Sziasztok! Üdv ismét a csatornámon, ma egy különleges kiadással jelentkezem nektek, ahol elviszlek titeket magammal Németországba, az Indoor Cycling Master Traineri Bootcampbe, úgyhogy tartsatok velem! Most, hogy kiderült, hogy ebben nem lesz kifejezetten mozgóbringás rész, gondolom jó sokan kiixelték a videót, pedig egyébként az indoor cyclingnak nagyon sok köze van ahhoz, hogy elkezdtem vlogolni. Ugyanis mikor elkezdtem spinninget tartani, akkor megkérdezték, hogy tartanék-e videós órákat, mondtam, hogy persze, elkezdtem összevágni különféle versenyekről, meg ilyesmi videókat, és utána rájöttem, hogy mi lenne, hogyha saját videókból csinálnám ezt. És ebből következett az, hogy utána elkezdtem beszélős videókat csinálni, hogy a kis tanítványaimnak legyen egy kis elképzelése a háttér dolgokról, és hát most itt vagyok és videózok. És azon kívül, hogy itt vagyok és videózok, most megyek Németországba harmadjára, mert hogy ez egy hosszabb folyamat, hogy valaki master trainer lehessen, most lesz majd a vizsga, és nagyon izgatottan várom, és örülök, hogy újból találkozom azzal a nemzetközi gárdával, akivel az elmúlt két alkalommal is volt szerencsém együtt dolgozni, úgyhogy szerintem izgalmas lesz, hogy egy kicsi betekintést nyerjetek ebbe is. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én a reptéren mindig izgulok, mikor jön ki a szalagon a bőrönt, hogy fölismerjem, ráadásul most már rengeteg piros bőrönt van, úgyhogy lehet tippelni, hogy milyen az egyém. Na, bringás lányok, gyors kötöző. Stílusos az. Ennyi. Várjál, az enyémmel is csinálsz egy fotót. Megyünk reggelizni, és utána kezdődik a nap. Te mit vársz a mai naptól? Hát várok tőle, hogy nagyon jó lesz a mai napot, a simán egyébként. Szerintem a mai lesz a legnehezebb, mert még nem tudjuk, hogy mire készüljünk. A holnap. Hát jó, meglátjuk, ki nyer. Neked is ebből volt. Szénhidrát töltés. Hello there. Hi. Hi. Jó reggelt! Reverse your emotions. Discover your limits. Hogy tetszett a mai nap? Túléltük? Szerintem teljesen jó volt. Ügyesek voltunk.
ezután szerintem már csak könnyebb lesz a holnap, főleg, hogy tudjuk már, mire számíthatunk. Nincs meglepetés. Majd holnap megbeszéljük. És most megyünk vacsizni. Annyira volt könnyű. Sörözünk valamit? Én nem sörözök. Én valami egyéb alkoholt, de alkoholt. Ennyi. Alkohol legyen. Megérdemeljük. Igen. Na, ma van a nagy nap, be fog érni az egyéves munkám gyümölcse remélhetőleg. Most vagyok ugye itt Németországban harmadszorra képzésen, és nagyon várom, hogy ma meglegyen végre a Master Traineri titulus. Sok munkát fektettem bele, nagyon ki kellett lépnem a komfortzónámból ezekkel az angol óratartásokkal, úgyhogy igazán izgatott vagyok, hogy végre elmondhassam magamról, hogy sikerült. A szóbeli vizsgára nem lehetett készülni, a helyszínen kaptuk a témákat, és volt egy-két percünk választani, és nagyjából 3-4 percet kellett természetesen angolul folyamatosan beszélni róla. Én az FTP-tesztelést választottam.